Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. Különös öröm, hogy a Sivananda a Központ alapítója, Bonkár Veles András ma körünkben lehet. Köszönjük, hogy eljöttél. El. És köszönöm, megkérem, igen. hogy nyissa meg Danna beszédünket az első beszéddel. Köszönöm szépen. Szeretettel köszöntelek benneteket. Talán az lenne a legjobb, hogyha ráhangolódnánk egy párszor az OM-mantrát, azt gondolom, is Mi lenne, az tevezényelnéd te le? Vagy csináljam Igen, kapitány már is. Lehet az om vagy inkább az om. Hát az om az már hozzá van téve. Akkor om. Csak úgy kopaszon. Kopaszon. Tisztán. Akkor az om mantrát hétszer ismételjük el, hölgyeim és uraim. Ha gondolt, habcsangba teheted a kezedet a szívcsakra előtt, és érezd, hogy élsz, és hogy vel a szíved. köszönöm a meghívásatokat. Nagy örömmel jövök ide, hogy a, még a Facebook nevű intézményre is föltettem, hogyha valahová szívesen jövök, akkor ez a hely az az. Hál' Istennek egy dombal arrébb most is folyik a jogatáborunk, nem vagyunk egymástól messze, és nem csak fizikailag. Néhány szállat említenék, ami ha akarjuk, hanem összeköt bennünket. Talán az egyik az, hogy teljesen tisztán és egyértelműen azonos cél felé megyünk. Nem pontosan egy ösvényen, nem pontosan egy tanításon, de régóta tudjuk, hogy egy helyre érkezünk, egy a cél. A másik, ami közös bennünk, az visszanyúlik 2500 évvel ezelőttre. Több mint 2500 évvel ezelőtt született és élt a történelmi buddha a sakják nemzetségéből. Ő a mi közös összekötő elemünk. Buthát a joga világában Vishnu 9. isteni inkarnációjának tartják, tehát azon a napon, amikor buthát ünneplik, akkor ünneplik Risikésben, a Himalájában, és ünneplik világszerte a joga intézményekben is, hiszen ő hozzánk is tartozik. Tanítónk Szvámi Sivananda nagyon nagy szeretettel és tisztelettel önálló fejezetet írt az Utak a Boldogságba című művébe. A mai mondandómat mielőtt elkezdeném, még megemlíteném azt, hogy egészen véletlenül tíz évvel ezelőtt a mi jogaközpontunkat is a Hüvösvölgyben akkor avattuk föl. Úgyhogy vannak ilyen történelmi egybeesések. Mi áprilisban vásároltuk meg az épületet, és június vége felé történt a spirituális beavatása az épületnek, és most szeptemberben mesterünk születésnapján ünnepeljük ezt a tíz éves évfordulót is. A harcunkról, a néha-néha elesésünkről, néha-néha tévedéseinkről eleget beszéltünk már, de talán ha van valami közös bennünk, az mindenképpen az, hogy eddig nem tudtunk úgy elesni, hogy ne álltunk volna föl. Ugyanúgy nekünk is megvoltak a vívódásaink, kínjaink, mint magánemberként, mint pedig jogaközpont vezetőként is. Talán egy gondolatot a joga világáról, nevezetesen Svámi Sivánanda világáról is mondanék, ami nekem buthában minden tanítása csodálatos volt, de nagyon messze volt nekem a történelem távlatában, 2600 évre már én se tudok visszanézni, és ez a hosszú idő, ráadásul egy csodálatos időszak volt az emberiség történetében, mert ha visszanézünk, akkor Krisztus előtt 600 évvel megszületett a történelmi buddha, Kínában ott élt Lao Tse, vagy Lao Tse, ki hogy szereti mondani, sőt, van olyan is, hogy Lao Tzu, lehet választani ki, melyiket szereti, Európába itt élt Görögországba. Platon, Arisztotelész és még nagyon sok más bölcs hihetetlen, termékeny időszaka volt ez az emberiségnek. Ami mégis Sivanandához kötött, az az, hogy olyan neveltetésben volt részem, ahol mindig meakulpázni kellett. Itt nem a családi neveltetésemről, hanem a vallásos neveltetésemről. És egy idő után belefáradtam, hogy én mindig bűnös vagyok. Nagyon, nagyon rosszul esett. Nehezen viseltem, hogy én egy bűnös embernek születtem. Mi nem maradtam otthon akkor. És aztán találkoztam Siván Andával, aki meg azt mondta, hogy először is, ha látod, hogy bűneid és hibáid vannak, te hibának vagy bűnnek, ő elsősorban inkább hibának vagy tévedésnek nevezte, akkor azt mondta, hogy ha ez valami nagyon nagy dolog, akkor ne rohanj neki rögtön a legnagyobb hibádnak, mert szinte garantált, hogy el fogsz bukni. Mint hogy az ember is, hogyha 2 méter kell ugrania, mondjuk most nincs probléma, mert simán átszaladok alatta, de ott van rögtön a frusztráció, hogy a megváltás 2 méter 30 van, és állandóan ott szaladgálok a léc alatt. Ez, ez, egy elég unalmas évtizedeken keresztül. Sokkal jobb lenne először letenni a lécet a 40 centis akadályaimhoz, ott egy kis izmot gyűjteni, megpróbálni talpra állni, és amikor ezek az izmok megvannak, akkor már lehet nézegetni fölfelé a 2 méter 30-as célra és ez a léc, ami ott van fönn 2 méter 30 ez megmaradhat végcélnak. Nevezzük ezt a 2 méter 30-as lécet, nevezzük tiszta tudatnak, aki akarja nevezheti Istennek, aki akarja nevezheti Brammannak. Felszabadító érzés volt az, hogy az volt az utasítás, és az volt az üzenet, hogy próbálj jó dolgokat csinálni. Foglald el magad a jósággal, a másokért való tevéssel, és ha ezt 24 órába teszed, akkor nincs idő a hülyeségeidre. <laughs> és részlegesen nálam ez bevált, természetesen Azért maradt még bőven gyarlóságom, maradt még bőven javítani valóm, de ez egy szabadulás volt. Szabadulás volt, mert azt mondják, hogy amivel foglalkozik az ember, az megnő. És ha én 80 éven keresztül, vagy 90 éven keresztül a rosszal foglalkozom, akkor állandóan napról napra növekszik bennem mert mindig csak arról beszélek, mindig csak azzal harcolok. Ezzel szembe, ha például elmegyek ingyen tanítani valahova egy jó jogaórát, akkor nem tudok rosszalkodni, legalábbis remélem. <laughs> Bár ott is lehet. Egy orvosból lett jogi Szvámi Sivánanda, aki számomra örök példakép, régi szerelemez 1993 óta folyamatosan tart. Valamikor a Zegek országútját jártam, 40 évet repültem, szállító kapitány voltam, is. vannak történelmi találkozásai az embernek, ezt úgy hívják, hogy találkozás a guruval. Ez a guruval való találkozás az ember egyik legemelkedettebb élménye. Amikor valahová bemész, és azt mondod, hogy hazaérkeztem, innen nincs máshová menni. Nem szaladok át a zen közösségbe, azért, hogy új gurut keressek, nem szaladok át a másik jogaiskolába, és aki nem tudja, hogy ez mekkora áldás, az gondoljon bele a környezetében, <laughs> most is volt három hét jogatáborunk, és volt valaki, aki öt évenként jön vissza a Sivánanda központba. Lefikáz minden rendszert, már mindenütt volt, könyvet tudna írni, és akkor megérkezik hozzánk, és akkor utána már tudom, hogy három nap múlva megy a következő helyhez. És ilyenkor érzem magam büszkének, ilyenkor érzem magam elégedetnek, hogy mennyire rendes volt ez a tanító, hogy megkímélt engem ettől a szaladgálástól, és a végén az illető úgy jár, mint az a hegymászó, aki a Himalája csúcsára akar menni, de nem bízik meg egyik utazási irodába se, a serpákkal, meg mindenkivel, és mindegyiket kipróbálja. Fölmegy velük ezer méterre, visszajön, másikkal is ezer méterre visszajön, és a végén ír egy könyvet arról, utam a Himalájába. És meddig mentél föl? Hát ezer méterig. És az az ember, aki veled együtt ment az irodába, hát az már megmászta a csomolugmát is. Tehát így vagyok ezzel szívesen felolvasnék egy pár sort nektek a tanítónknak a gondolataiból, amik borzasztóan hasonlítanak buddha tanításaira. Ebből olvasnék, buddha hét éven, mikor otthagyta a királyi családot, édesapját, feleségét, jasodárát, éppen megszületett a fia Ráhula, az apja megpróbálta bezárni az összes kaput, nehogy el tudjon szökni a fiatal herceg, hiszen az apja tudta, hogy vagy a világ ura lesz, vagy a világ megmentője, ahogy megjósolták a születésénél, és mégis a szolgájával és a kedvenc lovával, kantakával elvonultak, és hét év kellett neki, hogy megtörténjen a nagy élmény, amikor leült a fa tövében, és azt mondta, hogy addig nem kelek innen föl, amíg el nem érem a megvilágosodást. A többit is sokkal jobban ismeritek, mint én, de újra és újra mindig csodával olvasom. Szvámi Sivananda nem olyan fiatalon történt meg ez a hét év elvonulása, mint Buddha esetében, de ő is azt az utat választotta, hogy mivel hitünk szerint ez volt neki az utolsó földi kirándulása, majdnem így lehet fogalmazni, hogy I realize or die. Tehát vagy végigmegyek az úton ebben az életemben, vagy belepusztulok. Nagyon sok ember nem hiszem, hogy ezt az utat most felmeri vállalni, de ez nem is baj. Hogy történjen meg ez belülről? Magáról az önkiteljesedéséről megírta a gondolatait, és ebből a meg átélt élményből szeretnék pár sort felolvasni, mert úgy gondolom, hogy annyira szép, annyira emelkedett, Valahol minnyájunk számára egyszer egy megélendő élmény, vagy ebben a létünkben, vagy sok létünkkel később. A nagy búma élmény óriási, vég nélküli örömben olvattam szét. Úsztam a halhatatlan üdvösség óceánjában. Lebegtem a végtelen béketengerén. tengerén. Elolvatt az egó elültek a gondolatok, az értelem működése leállt. Elmélyedtek az érzékek, nem ébredtem rá e világra. Magam láttam mindenhol, ez az egyöntetűség tapasztalata. Nem volt sem bent, sem kint. Nem volt sem ez, sem az. Nem volt sem ő, sem te, vagy én sem idő, sem tér nem létezett, sem alany, sem tárgy, sem megismerő, sem megismerhető, se látás. Hogyan is írhatnánk le e transzcendens állapotot? A nyelv véges, a szó erőtlen, érdel magad és légy szabad. Azt hiszem, hogy ezt a receptkönyvet átadom a közösségnek. Ha valakinek inspirációra Állások van szüksége, szépen. akkor olvasgassátok azzal a szeretettel, ahogy ezt mi is szoktuk tenni. Mint mondtam, egyetlen egy mondatról szeretnék beszélni, és arról se sokáig. Ez az egyetlen egy mondat arról szól, hogy hol is van a mi tudatunk. Van a világnak egy része, ahonnan a a darma, azaz az örök törvény elindult, vagy legalábbis úgy tudjuk, hogy onnan indult el, és ma is van néhány ember, aki sikerült úgy nevelni, sikerült úgy gyerekként felnőni, hogy nem használja ezt, hogy én kisgyerek vagyok, nem használja ezt, hogy én felnőtt vagyok, nem használja ezt, hogy én buddhista tanító vagyok, nem használja ezt, hogy joga központ vezető vagyok, nem használja ezt, hogy háziasszony vagyok. Gyerekkorába beleégettek egyetlen egy mondatot, és ez a halála pillanatáig tart, ez pedig így hangzik, aham brahmasmi. Aham brahmasmi magyarul annyit jelent, én a tiszta tudattal vagyok egy. Ezzel sikerül ezeknek a gyerekeknek megkímélni a tudatát attól, hogy a végtelen számú múlandó lényeikkel azonosítsák magukat. Természetesen ezek a gyerekek is játékosak, ezek a gyerekek is mosolyognak, de ahogy láttátok itt a szertartás alatt, én mindig csak az apát urat néz, nézegettem, egy oldalról kukkoltam, hogy hol van neki a súgógép, ahol ezt a rengeteg mantrát a fejébe beírta. Nekem rövidebb agyam van, és ezt a sors nekem ennyit adott de én ennyi szertartást én nem tudok végigcsinálni. Tisztelek mindenkit, aki ennyire tud dolgokat memorizálni, megtanulni, stb. Én mindig, amikor leülök egy nagy tanítóval, néha előfordul, akkor mondom, hogy Nekem ne jöjjön ezekkel a nagyon részletes dolgokkal, mert nekem sik az agyam. Én négy mondatból állok, ez a tudásom, bármi történik az életben, ehhez a négy mondathoz vezetem vissza a gondolataimat, és ha ez sikerül, akkor, akkor jó napom volt, és ebből a négy mondatból az egyik, ez a védáknak Négy védából egy-egy mondat, és akkor mond, már mondhatom nektek, hogy én ismerem a védákat, de tényleg ismerem. Ugyanis maga a védák egyetlen egy dolgot jelentenek, tudjuk ugye védatudás, a szanszkrit vidgyögből épül, és ez a tudás, ez sajnos a mérnöki munkámban soha nem használhattam. Mert ez a tudás egyetlen egy tudást jelent, önmagad ismeretét. És ha valaki legalább odáig eljut, hogy elkezd közeledni egy kicsit önmaga ismeretéhez, akkor viszont le is írták, hogy ki lehet dobni a védákat. Mert ha valaki átmegy Budáról Pestre egy kajakkal, mert dolga van a Váci utcában, akkor nyilvánvalóan nem fogja a csónakot a hóna alatt vinni, mert az ő célja az volt, hogy átmenjen a másik partra. Lefordítva a mai időszakra, magam is megdöbbentem, hogy mit hozott ki az elmúlt fél év a társadalom és a világ életében. Megmondom őszintén, hogy rosszul jósoltam. Én arra készültem, hogy itt minden emberben felébred a transzcendens iránti igény, és az egész világ elkezd spiritualizálódni. És aztán jöttem rá, hogy nem adta oda senki nekik ezt a mondatot, és a félelmemmel azonosítom magam, az összezavarodottságommal azonosítom magam, a már senkiben sem bízokkal azonosítom magam, mi lesz velem, azonosítom magam, rettegek állandóan, hogy mikor kopogtat az idegen vírus az én szívemben, ahogy Gandhi mondaná, hogy te elfelejtetted, hogy neked karmád van? te elfelejtetted azt, hogy egy másodperccel, egy centivel se tudod meghosszabbítani az életedet? De lerövidíteni se tudod. Legalábbis a mi tanításaink szerint. Az ember születése pillanatában, megvan a halál pillanata, mi így tanítjuk, és ezt úgy hívják, hogy prárabda karma, a más tanításban természetesen tudomásul veszem azt is, Azaz, úgy megyünk neki az életünknek, és ez az elmúlt fél évre is szól, hogy képzeld el, ha én most csak egy hétig élek még. Nem tudni, hogy meddig élek. De egy hétig élek még, és mikor tudok én boldog lenni? Itt és most. Ha most folyamatosan képzeljétek el, 50 évig tart ez az állapot, ami most van akkor ötven évig fogunk fosni együtt? Mikor akarunk majd ismét szabad emberként, szabad lelkű, szárnyaló lényként az önkiteljesedés útját járni, és nem állandóan rettegni, hogy éppen hol hány ember halt meg. És mindazok, akik visszateszik a tudatukat, legalább naponta 25-ször leesik és mással azonosítják magunkat, hogy tanítónő vagyok, fér vagyok, feleség vagyok, most alvó vagyok, most gépkocsi vezető vagyok, most nem tudom én mi vagyok. Végtelen a variáció. Ezt kell föltolni oda a mi? Én a tiszta tudat vagyok. Minden egyéb, csak mulandó, ez a valódi természetem, ezzel vagyok azonos, ezzel ébredjek, ezzel legyek napközbe, és ezzel hunyjam le este a szememet. Onnan a Onnan Megköszönöm <laughs> Omkára kitűnő gondolatébresztő darma Hát nincs mit mondanom az a helyzet, mert hallottátok azt, amit kell. Az, amikor a, a jóga közelmúltban újra megjelent az életemben, az egy nagyon-nagyon boldog pillanat volt amikor azt hallom, hogy ugye a hindusztáni kultúrában Vistunak sok avatárja volt, és nagyon sok jogamester, buddhista tanító, és jainista tanító, és számtalan hindusztáni vallás hallatja a hangját, és adja a tanítást, akkor az alapokhoz mindig érdemes visszamenni. Tehát nézd meg, hogy a buddha miért beszélt a négy nemes igazságról. Miért beszélt a szenvedés tényéről, Okáról, megszüntetéséről és a megszüntetés útjáról. Miért mondta azt, hogy a dolgoknak, a jelenségeknek nincs öntermészete, hanem a tudatunk teremti ezt? Ha egyházal arra mész, mert Püli Szentlélek tényleg nincs messze, csak jelentkezébe előtte, akkor látod a jogának azt a nyolc ágát, nem is fokozatnak mondanám, hanem nyolc ágnak, amely nélkül nincs spirituális gyakorlat vagy realizációs praxis, akárhova mennél. Na, jó gond, a jó gondolod, gyönyörűen Patanjainak, Jászának és az összes rishi hála nagyon gyönyörűen le van rakva alaposan. Tehát nézd meg, hogy akármit csinálsz, van a jáma és a niáma, hogy mit tehetsz és mit nem tehetsz. Milyen szempontból? Nem a meakulpa culpa szempontjából, azt, azt ne. Tehát ne bűntudatot kelts magadban vagy másban, hanem javítsd a hibát. Ha megnézed, a bűntudat gátolja a hiba kiavítását. A hanyagság, nagyképűség, arrogancia is gátolja a hiba kiavítását. Tehát a jáma és a ma ezek nem szabályok vagy tiltások, hanem olyasféle javaslatok vagy iránymutatás, hogyha te szeretnél az úton haladni, akkor mit kéne tenni, és mitől kéne tartózkodni. Rendkívül egyszerű vezetsz egy autót, legyél szíves az úton tartózkodni, és nem kicsúszni a kanyarban, a falnak menni, porrá égni, vagy más autósokkal karambolozni. Következő lépés az asana és a pranayama. És kérlek, hogy kérdezd meg Omkárát és a Sivananda Központ tagjait, hogy milyen magasra per mélyre lehet ezzel menni. Tehát a azokkal a fizikainak tűnő gyakorlatokkal és légzőgyakorlatokkal, amelyek nélkül a zen sem menne. Mi egy darab ászanát tartunk ki nagyon sokszor 50 percig naponta, de azért néha többi ászanát is hozzá és egy adott pranajáma forma van, ez a meditációs légzés. És ez a 2 plusz 2 nagyon fontos, mert ezt nem rakod le magadban alapként, akkor a másik négy, akárhol csinálod, akármilyen ízvilágban, nem fog ráépülni, mert nincs mire épüljön. De amikor azt mondom, hogy tedd föl a nagy kérdést, és fordítsd befelé a figyelmedet, az energiádat ne enged állandóan kifelé, az érzékszervek felé, ez az ötödik apratja hára. befelé fordulsz. Mert Eddig csak kifelé fordultál. Nem a világgal van a baj. Nincsenek kísértések. Hanem az a baj, hogy te önmagadat még nem fedezted fel. Még belül nem raktad át a trágyát egyik helyről a másikra, hogy komposzt legyen belőle, hogyha jól csinálod. Nem láttad meg a karmádat, nem tanultad meg megkülönböztetni igazi önvalódtól, és ezért a karmád ural. És ahhoz, hogy ebből elkezdjél kijönni, a tudatnak egy stabil tárgy kell, ez a dárana. Tehát amikor egy olyan koncentrációt, egy olyasféle tudattárgyat gyakorolsz, ami nem karma. Egy olyan mantrát, egy olyan fókuszt, amely nem a jövés és a menés, nem a keletkezés és az elmúlás, nem a duális rárakódások újabb rétege, és nézd meg, hogyha nem fordítanád befelé az energiádat, ezt a tudattárgyat nem is tudnád gyakorolni, hiszen mindig kint kalandozna a figyelmed, ahogy a majom az egyik ágról a másikra ugrál a létezés dzsungelében. Ez a kettő is nagyon komolyan összetartozik. És a legfelső kettő, a gyána, amely csanna, csan, szon és zen, és itt is kezet fogunk az ösvénynek ezen a folyamán, mert a meditáció nélkül nem megy, ha ezt az állapotot nem tudod kitartani, hogyha nem jutsz el egy tiszta, tükörszerű tudathoz, akkor sem a legfensőbb ént, sem a legfensőbb éntelenséget nem tapasztalod. Az már egyéni beállítás kérdése, hogy minek szereted nevezni. Átma Brahmannak, vagy Anátmannak, vagy ahogy én szeretem, Anát vannak. És akkor a kettő az úgy nagyon szépen mindenféle erőltetés nélkül együtt tud létezni, amely így az egység léte. Tehát a gyána, az elmélyülés, az már egy olyan állapot, ahol a tudat kellőképpen megtisztult, és kellőképpen összeszedett ahhoz, hogy ebben az elmélyülésben ne egy akadályt tapasztaljon, hanem igazi önvalójához jusson el. És a szamádi, az egyévválás, az énség teljes ellobbanása ez az állapot. És ha azt gondolod, hogy itt vége van, és te ellobbantál egy folyóparton, vagy egy fa alatt, csak a tested van még ott úgy látszatból, akkor tévedsz. Mert a felelősség teljes tanítók visszajönnek. Miért? Óriási szükség van a felébredésre. Pusztán azért, mert ennyit szenvedünk. Ha nem szenvedék ennyit, nem lenne szükség a tanra. Ha nem szenvedtetnénk ennyit, akkor sem lenne szükség a tanra. De pontosan ezért van rá szükség, mert nem járunk a helyes úton enélkül. Csak a karmánkat, az énségünket, a fixa ideáinkat, a téves nézeteinket követnénk. És követjük is ebből van a kabzsiság és a harag és az összes többi olyan, amely közvetlen szenvedést okoz magadnak és másnak egyaránt. Hogyan térsz vissza a legmagasabb helycsúcsra? Úgyhogy meglátod azt, hogy mások segítsége nélkül a saját karmádat sem tudod véglegesen megtisztítani. A személyes megváltás műve anélkül, hogy más lényeken segíts, nem fejezhető be. Nézd meg legnagyobb tanítóink munkásságát. Most fel szeretnék olvasni az Isa Upanishadból egy részletet, amely ezt nagyon tömören illusztrálja. Sötétségbe tévednek azok, akik csak a végest akarják megismerni. De még nagyobb sötétségbe tévednek azok, akik csak a végtelent. Sötétségbe tévednek, akik csak a múlandót hajszolják. De még nagyobb sötétségbe, akik csak a múlhatatlant. Aki pedig tudja, hogy a múlandó és a múlhatatlan egy, az átlépi a halászakadékát, isaupan isad. Nézd meg azt, hogy bármiféle identitás, bármiféle ragaszkodás formálása minémű akadályt jelent az úton, és nézd meg azt, hogyha te személytelen vagy, ha el akarsz tűnni, ha nem mersz jelen lenni, ha nem mersz cselekedni és élni, ezzel sem tudsz segíteni másokat itt a zen világában úgy mondjuk, hogy ne ragaszkodj a formához, és ne ragaszkodj az ürességhez sem. Olyanok vagyunk, mint a tenger. Azt hiszed, hogy egy hullámtaré vagy, egy aprócska, picike kis csepp, amit a szél és a napfény éppen ölelget és simogat, és a másik hullám pedig más, mint te, mert onnan más vízfodor száll föl. De ha mélyebbre mész, látod, hogy a hullámhegyek és a hullámvölgyek egyetlen egy tenger áramból jönnek ki, és ezek a tengeráramok a legmélyikön nem mozdulnak. Nézd meg azt, hogy mennyire közös bennünk az, ami ember, és mennyire csak az egyéni karma választ minket. Én kívánom azt, hogy lássuk meg az egyénit is, a párosat is, a családit is, és a csoportosat is, ami a karmánkat illeti, és lássuk meg azt a darmát, és járjuk azt az utat, amelyen keresztül mind a négy karma osztály felébredettebb, együttérzőbb és bölcsebb lehet. Köszönöm tehát azt a figyelmet, amit mind a két bevezető beszédre fordítottatok, és most tiszteltel várjuk kérdéseiteket. A jövő generációval kapcsolatban. Tehát ö, ö, több olyan országból jönnek olyan hírek, hogy az iskolákba, már az óvodákba is bevezetik a meditációt, nem csak kísérlet, hanem mint tantárgy. Magyarország hogy áll ezzel a helyzettel? Az egyik oldal nem akarja, a másik oldalon pedig iszonyatos rikoltása van a társadalomnak, hogy meg kell menteni ezt a generációt, ezt a hiperaktív generációt, akinek segíteni kell. A relaxáció elsajátításával, hogy visszacsendesedjenek, és az IQ növelésével, a fizikai, testi, mentális egészség újraépítésével, akinek hajlama van a meditációt. Hát Kanadában a rendőrök meditálnak. Föltettem számtalan fényképet, ahol, ahol mutatják, a kisgyerekek ott ülnek, meditálnak. Rendőrök. Az Egyesült Államok hadseregébe a különleges alakulatok bevetés előtt meditálnak. Nálunk az van, amit látsz. Magyarországon, ha valamit el akarunk érni, akkor ahhoz azt ki kell fejezni az embereknek, hogy ez egy óhaj, mert azt szeretnénk, hogy egy testileg, lelkileg egészséges generáció legyen az, aki továbbviszi ezt a népet az európai jövője felé. Lehet, hogy a következő életemben különleges alakulat leszek. És akkor nem lesz gond a meditációval. Mert ha egyszer egy hadsereg megtanul valamit, azt nagyon nehezen felejti el. Egy gondolatot hagy mondjak el, ha még engeded. Én minden vallást egyenrangúnak tekintek. Sőt, mi több a nagy tanítókat, én nem kapcsolom izmusokhoz. Budha soha nem alapította meg a buddhizmust, Jézus soha nem alakította meg a kereszténységet. Egy kiteljesedett lény volt, akinek voltak követői, és a Követők létrehozták azt, amit soha nem volt ilyen program, hogy hány buddhista kolostort kell létrehozni, nem volt ilyen, hogy 40 ezer templomot kell 2020-ra fölépíteni, vagy valami ehhez hasonló, és idáig minden kísérletem arra irányult, hogy Magyarországon a két szélső pólus induljon meg egymás felé ébredjenek föl, hogy elsősorban emberek vagyunk, másodszorban magyarok vagyunk, harmadsorban vagyunk, jobb vagy baloldaliak, keresztények vagy buddhisták, hinduk vagy akármik. De az emberségünk és a magyarságunk ezen a földön sokkal erősebbnek kell lenni, mint azt az iszonyatos egymás ellen feszülő energiákat elviselni a társadalomnak, miközben Beethovennek ott van az örömódája, ami minden ember egységét kifejezi. És én azt szeretném, hogy valódi testvérek legyünk, akik a Kárpát-medencében megmaradtunk. Ez, ez, a szellemiség a buddhizmus szelleme. A buddhában rejlő végtelen karuna, ez a végtelen könyörület, mikor látta, hogy a hinduk milyen a védák nevében, milyen pusztítást végez, és megjelent a könyörülete a buddhának, és ez egymásnak borította az embereket pozitív értelembe. A jó szó, a szeretet szava, ez a mi valódi tartalmunk, és nem az a gyűlölködés. Tehát azt kell látni, hogy nagyon sokan azt hiszik, hogy van fény és sötétség. Van jó és rossz. Nincs fény és sötétség, csak fény van, a fény önálló pólus, és a sötétség a fény hiánya. Most képzeld el, hogyha itt valami miatt egy sötét szobába ülnénk. Teljesen sötét szobában. Ha kinyitjuk az ablakot, és bejön a fény, akkor a sötétség ugye kimegy. Sötétebb lesz azzal odakin, hogy te kinyitottad az ablakot? Nem, mert az ablakok csak a fény hiányát biztosították. Ez lenne az egész magyarságnak a valódi jövője, ha fel akarnánk építeni a fénytermészetünket. Ott van minnyáján bennünket Képzeljük el az egészet, mintha egy közös altalajunk lenne, amiből kinövünk. Ez az altalaj maga a tiszta tudat. Akkor lenne boldog Magyarország. Vissza kell nyerni a velünk született eredeti fénytermészetünket. Őszintén remélem, hogy mindannyian meghallottuk a darmának a mostani tanítását és visszanyerjük eredeti fénytermészetünket. Megköszönöm a tisztelt Remet hogy ma hozzánk látogatott, és a darabbeszédet beszédet együtt megtarthattuk. Köszönöm a figyelmet.